test, lélek, szellem harmóniájának megőrzése. Ezzel a címmel tartott előadást az ismert és elismert, korábban Pécsett is tevékenykedő Széchenyi díjas szívsebész. Professzor dr. Papp Lajos nem véletlenül választotta ezt a címet. A címnek tartalmazni kell az előadás lényegét. Az emberi létezésben egyetlen egy élő lény rendelkezik lélekkel. Növénynek, állatnak, ki hogy hiszi, van teste, sőt szelleme is, de lelke csak az embernek van. A betegségek a test, lélek, szellem harmóniájának a megbomlása. Az emberek csodákba hisznek, csoda műtyürkékbe, csoda gyógyszerekbe, csoda eljárásokba, de a legnagyobb csodában önmagukban nem hisznek. A csoda az ember. Szoktam volt mondani, hogy nincs olyan betegség, amiből nem lehet meggyógyulni, de mind a három láb szükséges. Három láb, test, lélek, szellem biztosan tartja a széket. Egy láb, ha eltörik, fölbillen a szék. Ha két láb törik, akkor óriási esés a következménye. Tehát ma én jöttem azért, hogy elmondjam, hogy higgyenek a csodákba, ami bennük van, önmagukban van. A betegségekről is szót ejtett előadásában a professzor. 22 ezer vegyszerrel mérgezzük magunkat a nagy áruházak polcain vásárolt élelemmel. Már Hippokrátész megmondta, hogy a hosszú élet titka tiszta levegő, tiszta víz, tiszta táplálék, tiszta lelkiismeret és sok mozgás. Van egy népcsoport a Himalája lejtején, a hunzik, vagy hunzák. Ők átlagosan 105-110 évig élnek. Gleccservizet fogyasztanak. A gleccservíz az, ahogy csorog lefelé a hólé, kioldódnak az ásványi anyagok, tehát magas az ásványi anyag tartalma. 5 hónapon keresztül friss kajszibarasz húsát és magját eszik. A másik 7 hónapban a napon aszalt gyümölcsöt, és mindig annyi magot, ahány gyümölcsöt elfogyasztanak. Ezt 1922-től nagyjából tudjuk. De a harmadikat, ami a legfontosabb, elfelejtjük. Mi volt a hippokráteszi 5. pont? Mozgás. Tehát ezek az emberek még 100 évesen is, 105 évesen is napi 8 órát mozognak. Van egy betegem, aki 2 műbillentyűvel, 3 koszorúérrel és pacemakerrel operáltam 24 évvel ezelőtt. Betöltötte a 100 évet, ő naponta 5 órát gyalogol. Előadásában tehát a test, a lélek és a szellem harmóniájában a legfontosabb dolgokra hívta fel a figyelmet a szívsebész. Tiszta vizet nem nagyon tudunk inni. Tiszta levegőt itt lehet szívni. Kicsit ki kell menni a határba. Tiszta élelmet szinte lehetetlen, ha csak nem a saját kiskertjébe, a nevelt palántája, meg a kis kapirgáló csirke, tojása, húsa. Tehát van megoldás, csak az munkás. Tehát az emberek leszoktak arról, hogy dolgozzanak otthon. Leülnek a televízió elé és butítják magukat. A televízió passzív tudást feltételez, a gyerekeket tönkretesszük, de önmagunkat is. Mozogni, mozogni, mozogni. 60 év alatt el fog hangzani 2 óra minimum gyaloglás, 70 éveseknek 3, 80 éveseknek 4, mert minél hosszabb időt kapunk a Jóistentől, annál fontosabb karbantartani. Tehát tiszta étel, tiszta víz, tiszta levegő, tiszta lelkiismeret, sok mozgás. Az egészséges és hosszú élethez szükséges intelmek mellett a közönség megismerkedhetett a professzor életútjával is, hogy hogyan is kezdődött a mára már díjazott szívsebész karrierje.
70 éve innét Dombóvártól pár kilométerre éltünk. Minket annak idején a faluból finomansz kitelepítettek. Édesapám fiatal ember volt, se bűne, se igazán vagyona nem volt. Én itt kezdtem el iskolába járni, az Alsó Leperdi iskolába. Alsó Leperden édesapa fizikai munkát végzett, majd irodai munkát. Ezt azért mondtam el, mert egy kicsit mindig hazajövök Kaposvár és Budapest között, mert hogy Kaposváron egyetemi tanárként oktattam, de Dombóvárt mindig útba ejtettem, és útba ejtettem a kastélyt is, annak egy cselédszobájába tanultunk. Az én bátyám az akadémia legfiatalabb tagja volt, már meghalt az öcsém, sebész, traumatológus, ortopéd, főorvosként ment nyugdíjba, 6 évvel fiatalabb. És itt tulajdonképpen be is fejezném az önéletrajzot, de sajnos nem tehetem, mert annak idején, 1964-65-ben biológiából országos tanulmányi verseny helyezettjeként nem kellett felvételiznem az orvosi egyetemre, és akkor még csak harmadéves voltam, de úgy gondoltam, hogy megtehetem azt, hogy oroszból nem mentem kifelelni negyedikbe. Ezt méltányolták, 66-ot írunk, és Magyarország összes egyetemére.